háború elől menekülő fiatal ukrán sportolóknak nyújt segítséget az MTK. Jelenleg közel 69-17 éves gyereknek biztosít rendszeres edzés lehetőséget és lakhatást a Kékfehér Együttes. Klubunk házatáján egyébként sem ritka, hogy kiveszik a részüket a társadalmi szerepvállalásból, így egy percig sem volt kérdés, hogyan döntsenek. Alapvetően az MTK, mint klub, megköveteli tőled, hogyha itt dolgozol, hogy így gondolkozzál, mert egy befogadó klub volt. Mindig is befogadó klub volt az MTK, tehát ez szerintem alapértelmezés volt, hogy nekünk itt segítenünk kell. A másik része, hogy szerencsére olyan emberek is dolgoznak itt most, akik így gondolkodnak. Tehát amikor felmerült, hogy esetleg be kéne fogadni egy-két menekült srácot, akkor a tulajdonos azt mondta, hogy akkor fogadjunk be 60-at. A nagy része, a java része labdarúgó, de van köztük birkózó, kajakos, tornász, tehát több szakákból is érkeztek versenyzők. Nyilván aki labdarúgó, azoknak mi biztosítjuk az edzést, a többieknek pedig próbálunk edzés lehetőséget keresni különböző helyeken. Elsősorban házon belül, ugye az MTK-n belül, illetve akit nem tudunk itt elhelyezni, annak próbálunk máshol helyet szerezni ahhoz, hogy tudjon edzeni. Minden délőtt 10-től van edzésük, minden nap edzenek ugyanúgy, mint az előakadémiai idősebb csapatok, és nagyjából hasonló edzésprogramot hajtanak végre. Kicsit azért rövidebb, kicsit játékosabb, kicsit rájuk szabjuk azért az edzéseket, mert nem válogatott, nem kiemelkedő tehetségű játékosok vannak csak közöttük. Jól érzik magukat, én azt látom a körülményekhez képest, nyilván nagyon nehéz lehet nekik, de ez itt a pályán csak egy-két kisfiú viselkedésre látszik, a többiek azok mostanra felszabadultak, mi is jól érezzük magunkat velük. Nekünk most ez a legfontosabb szerepünk, nem gondolom, hogy itt fogunk belőlük futballistát nevelni, viszont igen, ezekkel az edzésekkel azt gondolom, hogy jól ki lehet őket szakítani, és ezekből a szörnyű eseményekről el lehet terelni a figyelmüket, még ha csak erre a 2-3 órára is, amíg itt vannak velünk a pályán, de ezért mindent megteszünk, hogy így legyen. A gyerekek most egy 60 fő szállóban laknak, de nem csak a lakhatás kérdésében szeretne nekik segíteni az MTK. Keressük a nyelvtanárokat, angol nyelvre akarjuk őket oktatni, magyar nyelvre akarjuk őket oktatni, nem tudjuk, ők se tudják, hogy meddig maradnak itt. Szeretnénk nekik kicsit kényelmes körülményeket biztosítani, hogy kicsit tudjanak itt beszélni bárki mással, és ne csak velünk. Játékokat veszünk nekik, tehát társas játékokat, Xboxot, stb. Tehát, hogy a szabad idejüket is el tudják tölteni, mert ugye ez egy nehéz dolog, hogy most edzenek naponta egyet, de azért ott van az egész napjuk, amivel nem tudnak mit csinálni. És nyilván nekik is az a jó, ha le van kötve az idejük, és nem azon gondolkoznak, hogy mi van otthon. A mentál tréner is foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy ha valakinek olyan problémája lenne, hogy beszélgetne valakivel, akkor van, aki erre készen van. Egy nagyon nagy szerencse, hogy a korábbi egyik akadémiai mosónőnk Ukrajnából érkezett, úgyhogy őt már rögtön izzítottuk is, hogy jöjjön. És itt van és tolmácsol, tehát mindent megteszünk azért, hogy ők itt viszonylag jól érezzék magukat. Aztán, hogy mit hoz a jövő, és hogy ők vissza fognak menni, mikor fognak visszamenni, vagy itt akarnak maradni, ez majd nyilván attól függ, hogy alakulnak a dolgok ott.